Ortodox húsvét. Bőven akadt tennivalója a rendfenntartó szerveknek, volt, ahol összecsapásra került sor az elkülönítés szabályait megszegő személyekkel. Szülőföldön magyarul. Őszig hosszabbítják meg az igénylések benyújtási határidejét, tekintettel a koronavírus járvány okozta helyzetre, közölte a program romániai koordinátora. Élelmiszerpiacok. Főleg az idősebbek szerzik be a rendkívüli helyzetben is nyitva tartó piacokon a friss zöldséget és gyümölcsöt. A termelők a kevés vásárlóra panaszkodnak. Köszöntöm Önöket a híradóban! Együtt, odaadással, szeretettel és hittel át fogjuk vészelni ezt a járványt, így fogalmazott Klaus Johannis államfő hétvégi húsvéti üzenetében. Ludovik Orbán kormányfő távol maradásra szólította fel a lakosságot. Az Úr feltámadása a remény ünnepe és az élet győzelme. Ez a húsvét üzenete, amely bizalommal tölti el lelkünket, és erre a bizalomra idén nagyobb szükségünk van, mint valaha, mondta Klaus Johannis az ortodox hívőknek címzett hétvégi üzenetében. În aceste zile ne manifestăm iubirea față de cei dragi, tocmai renunțând să-i avem lângă noi. Ezekben a napokban az egymástól való távolmaradással tudjuk kimutatni szeretetünket. Ennek ellenére gondolatban mindig szeretteinkkel vagyunk, és ez a lelki odaadás a legfontosabb eszközünk, amellyel átvészelhetjük ezt a nehéz helyzetet. Ludovik Orbán szerint az elmúlt hetekben a romániaiak óriási áldozatot hoztak, az elért eredményt pedig nem szabad egyik napról a másikra felrúgni. Szerintem obligáci a toate eforturile pe care le-am făcut până astăzi. Kötelesek vagyunk arra, hogy az eddigi erőfeszítéseinket tovább fenntartsuk ahhoz, hogy ennek meglegyen a várt eredménye, és együtt túl legyünk ezen a megpróbáltatáson, amelyet egy olyan járvány idézett elő, amely mindannyiunk számára a veszélyt jelent. A járvány lényegesen megváltoztatta mindennapjainkat, de a romániaiak bebizonyították, hogy a legnehezebb pillanatokban is helyt tudnak állni, tette hozzá a kormányfő. Megközelíti a 9000-et az igazolt fertőzöttek száma Romániában a stratégiai kommunikációs csoport ma déli tájékoztatása szerint. Eddig 469 személy hunyt el koronavírus fertőzésben az országban. Romániában máig mintegy 9000 igazolt fertőzöttet vettek nyilvántartásba, az elmúlt 24 órában 190 új esetet regisztráltak, ez március vége óta a legkisebb szám. Az igazolt esetek száma függ az elvégzett tesztek számától is, de az elmúlt 24 órában mintegy 4850 tesztet végeztek el, ami nem kevesebb, mint az eddigi átlag. A járvány kezdete óta közel 100 000 tesztet végeztek el. A gyógyult személyek száma 2000 fölé emelkedett, ez a megbetegedettek 23%-át teszi ki. A jelentés szerint a fertőzöttek közül jelenleg 261 szemét ápolnak intenzív osztályon. Románia területén jelenleg több mint 14 000 személy tartózkodik intézményes karanténban, több mint 42 000-en otthoni elkülönítésben vannak, mindkét szám folyamatosan csökken. A vészhelyzet kihirdetése óta 2128-an vétettek az otthoni elkülönítés, 127-en pedig a karantén szabályai ellen. Az elmúlt időszakban összesen 448 személy ellen indult büntetőeljárás a fertőzés megállításának akadályozása miatt. A kijárási tilalmat egy nap alatt közel 5000 személy szegte meg, a kirót büntetések értéke meghaladja a 11 millió lejt. A legtöbb fertőzött továbbra is Suceava megyében van, 2115 eset, még Bukarestben 1023 fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Arad megyében 410 esetet jelentettek, míg Hunyadban 392, Temesben 377, Brassóban 340, Marosban 295, Kolozsban és Biharban 259, Fehérben 155, Kovásznában 154, Szatmárban 45, Szilágyban 20, Hargita megyében pedig 17 esetet tartanak számon. Külföldön 734 fertőzött román állampolgárt vettek nyilvántartásba, közülük 61-en elhunytak. Európa szinten a megbetegedések száma közelít az 1 millióhoz, az áldozatok száma pedig a 100 000-hez. A legtöbb regisztrált fertőzött továbbra is Spanyolországban, Olaszországban, Németországban, az Egyesült Királyságban és Franciaországban van.
Jelentősen nőtt világszerte a megbetegedések száma, közelít a 2,5 millióhoz. A legtöbb esetet az Egyesült Államokban tartanak nyilván, közel 800 ezer fertőzöttel. Az áldozatok száma világszerte meghaladta a 165 ezret. Mintegy 628 ezer személyt gyógyultnak nyilvánítottak, ez továbbra is a fertőzöttek mintegy negyedét teszi ki. Nem zajlott zökkenőmentesen az ortodox húsvét, noha a többség betartotta a kijárási tilalmat. Volt bőven dolga a rendfenntartó szerveknek, több helyen is összecsapásra került sor a rendőrség és a szabályszegők között. Fokozottan ellenőrizték a hétvégén a rendőrök az ortodox húsvéti ünnepek alatt a társadalmi távolságtartás szabályai ellen vétőket. Monika Dásbog, a belügyminisztérium szóvívője szerint mintegy 3400 bírságot róttak ki a rendfenntartó erők az ortodox húsvétra virradó éjszaka, és több száz bűnügyi eljárást indítottak. A húsvétra virradó éjszaka a rendfenntartó erők 1846, a 112-es sürgősségi hívószámon jelzett rendbontás miatt szálltak ki, és 3384 bírságot róttak ki, ebből 391-et a szükségállapot rendelkezéseinek megszegése miatt. Országszerte közel 26 ezer belügyminisztériumi alkalmazott teljesített szolgálatot. Mintegy 1900 helyi rendőrt és 700 katonát is bevontak a hatósági ellenőrzésekbe. Több helyen összecsapásra került sor a rendfenntartók és az elkülönítés szabályait megszegő személyek között. Kirívó esetként vasárnap este a bukaresti 5. kerületben a különleges erők és a rendőrség szolgálati fegyvereiket is kénytelenek voltak használni, hogy megakadályozzák egy konfliktus elfajulását, amely több ittas személy között alakult ki. A rendőrség 37 személyt állított elő. Projest külvárosában ugyancsak ittas személyek hasonló konfliktust idéztek elő, majd a Hunyadon 30 napos előzetes letartóztatásba vettek 4 személyt, akik szombaton kövekkel támadtak a rendőrökre a város egyik negyedében. A pontos válaszhoz még évek kellenek, de rövid távon biztosan védettséget ad a szervezet immunválasza a koronavírus fertőzésre, állítják a szakemberek. Hosszú távú védettséget az oltás nyújthat majd, erre azonban még sokat kell várni. Mindenkit foglalkoztat a kérdés, hogy ha átesett a koronavírus fertőzésen, meddig számít védettnek az új vírussal szemben. Még hiányosak az ismereteink, nem tudni, hogy milyen távon alakul ki védettség. Olyan jelentések is érkeztek, hogy korábban gyógyultnak nyilvánított személyek újra fertőződtek. Az epidemiológusok szerint azonban szinte biztos, hogy nem ismételt megbetegedésről van szó, csupán az történik, hogy a szervezetben lappangó vírus újra kimutathatóvá válik. Biztos, hogy mint minden más fertőzésnél a koronavírus esetében is immunissá válhatunk, az időtartam azonban egyénenként változhat, mondta híradónknak a Kovászna megyei közegészségügyi igazgatóság járványügyi főorvosa. Majdnem naponta vagy hetente valami a torkunkba kerül, szervezet meg is legyőzi, nem lesz beteg az ember is, és akár immunitás is alakul ki, az iránt a korokozó ellen lehet az, egy kisebb vírusfertőzés, vagy baktérium, vagy valami, tehát a szervezet állandóan elkapja a veszélyes anyagokat és sejteket, molekulákat. A virológus szerint a védőoltás nyújthat majd megfelelő időtartamú védelmet. Jelenleg világszerte többféle oltás kifejlesztésén dolgoznak. Addig olyan gyógymódokkal kísérleteznek, amelyekkel megakadályozhatják, hogy a koronavírus tüskéje megkapaszkodjon a sejtreceptorokban, megelőzve ezzel a fertőzés kialakulását. Végső megoldást azonban csak az oltás hozhat. A vakcina biztonságosságának és hatékonyságának ellenőrzése azonban számos időigényes vizsgálatot követel meg, a szükséges mennyiség előállítása pedig szintén időbe telik, ezért a legoptimistább előrejelzések szerint sem valószínű, hogy ősz előtt alkalmazható lesz az oltás. Ez is csak is akkor, ha az egészségügyi hatóságok beleegyezésével a kutatók átugornak néhány ma még kötelezőnek számító lépcsőfokot a szer kifejlesztése során. A Nemzeti Liberális Párt szerezné meg a voksok többségét, ha most szerveznék a parlamenti választásokat, de azért jelentősen csökkent az előnye a szociáldemokratákhoz képest. Ez derül ki a Hit, Egészség és Politika a COVID-19 járvány idején elnevezésű friss közvéleménykutatásból. A közvéleménykutatást Bruno Stefán szociológus és csapata készítette, közölte a topias.ról honlap. Ebből az derül ki, hogy amennyiben most vasárnap szerveznék a parlamenti választásokat, a PNL szerezné meg a voksok többségét.
A Nemzeti Liberális Párt a szavazatok 31,3%-et kapná, míg a PSD 22,9%-ot szerezne meg. A jelenlegi politikai szintéren az UCR plusz szövetség a szavazatok 19,9%-ára, a Prorománia 8,8%-ra, a PMP 6,7%-ra, az RMDS 3,6%-ra, az ALDE pedig 2,5%-ra számíthatna a parlamenti választásokon. Ami a helyhatósági választásokat illeti, a polgármesteri tisztségek elnyerésében is a PNL a legesélyesebb 34%-kal, míg riválisa a PSD 25,8%-os arányjal szerepel a közvéleménykutatásban. A számok egyébként azt mutatják, hogy a PNL a Népi Mozgalom pártja javára veszít szavazatokat, míg a PSD-től a Prorománia párt vesz el voksokat. Az év elejétől mostanáig a PNL népszerűsége zuhanóban van, hiszen több mint 10%-ot veszített. Az UCR plusz és a PMP népszerűsége nőtt a legnagyobb mértékben, előbbi esetében csak nem duplájára. A közvéleménykutatást április 11-e és 15-e között végezték 1008 személy megkérdezésével reprezentatív mintán összesen 116 településen. A nyári táborra félretett pénzből vásárolt maszkokat, kesztyűket és fertőtlenítőszereket a Maros megyei onkológiai klinika gyermekrészlegének az Együtt a Rákos Gyerekekért Alapítvány. A gyerekek kórházi ellátása egyelőre zökkenőmentes, de komoly gondot jelenthet, ha elfogynak a védőfelszerelések. A Marosvásárhelyi Együtt a Rákos Gyerekekért Alapítvány lemondott idei nyári táboráról, amelyet minden évben eddig megszervezett azért, hogy a begyűlt pénzt a védőeszközök megvásárlására fordítsa. Farcádi Gabriella, az alapítvány elnöke elmondta, hogy nagyon sok erre szakosodott céget megkeresett eddig, és talált egy bukaresti vállalkozást, amely ígéretet tett arra, hogy tőle beszerezhetőek a szükséges felszerelések a Maros megyei onkológiai klinika gyerekrészlege számára, mivel a kórházakban nem lehet házilag készített maszkokkal dolgozni. Amit sikerült vásárolni, azok kesztyűk, maszkok, fertőtlenítőszer, ilyesmiket vásároltunk. Azokból vittünk mind a két gyerekgyógyászatra, az egyes pediátria és a kettes pediátriára is, mert ugye mind a két helyen daganatos gyerekeket és leukémiás gyerekeket is kezelnek. Az elnök kiemelte, a védőfelszerelések mellett az immunrendszer erősítése végett, táplálékkiegészítőket és C-vitamint is vittek a gyerekeknek, hisz arra is kell gondolni, hogy az édesanyák se betegedjenek meg, akik nap mint nap a gyerekeik mellett vannak. Hozzátette, a daganatos betegségben szenvedő gyerekek kórházi ellátásával, gyógyszeres kezelésével egyelőre nincsenek gondok. Folytán viszont a védőfelszerelés, és ha folyamatosan nem sikerül beszerezni az újakat, akkor ez hamarosan nagy problémát fog jelenteni. Átadták az ország első mozgó egészségügyi egységét Kolozsváron. A mobil kórháza legkorszerűbb felszerelésekkel van ellátva, balesetek, tömegkatasztrófák esetén bárhol felhúzható. A koronavírus járvány ideje alatt is használható, amennyiben szükség lesz rá. A legkorszerűbb felszerelésekkel ellátott, az ország első mozgó egészségügyi egységét avatták fel Kolozsváron. A létesítményt a város önkormányzata finanszírozta, több mint 700 ezer lejt költött annak beszerzésére és felszerelésére. Ola Elmese alpolgármester elmondta, nem csak sürgősségi esetekben, hanem a jelenlegi járványügyi helyzetben is nagyon fontos, hogy az önkormányzat fel legyen készülve a legrosszabb forgatókönyvre is. Az önkormányzat finanszírozásával a sürgősségi helyzetek felügyelőssége vásárolt meg. Több szempontból is fontos, hiszen nagyobb baleseteknél, tömegbaleseteknél, tűzeseteknél, természeti katasztrófák esetében, illetve egyéb sürgősségi beavatkozásokkor is fel lehet használni ezt az egységet, és természetesen nem kell ecsetelnem a fontosságát a jelenlegi helyzetben is. Hozzátette, a mobil kórház felszerelése elsősegélynyújtásra, illetve sürgősségi beavatkozásra alkalmas eszközökből áll. Klímaberendezést, világító felszerelést, elektromos áramgenerátort, 26 háttámlás, összecsukható hordágyat, 15 négykarú infúziós állványt, 4 korszerű orvosi hátizsákot, valamint 2 váladék szívót, 5 életjelmonitort és 2 lélegeztetőgépet is tartalmaz. Az egészségügyi egység mentőautóval is rendelkezik, 20 beteg sürgősségi ellátására alkalmas. A sátor felállítása abban az esetben, ha a legszükségesebb felszereléseket akarják beszerelni, csupán 45 percet vesz igénybe. A teljes felszereléshez 1 órai munkára van szükség.
Őszig hosszabbítják meg a Szülőföldön Magyarul programban benyújtható igénylések leadási határidejét, tekintettel a koronavírus járvány okozta helyzetre, közölte a program romániai koordinátora. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége garantálja, hogy mindenki meg fogja kapni a támogatást. Október 30-ára halasztják a Szülőföldön Magyarul oktatási nevelési program támogatási igénylésének határidejét, az ügyintézés ugyanis a hatósági intézkedések miatt jelenleg stagnál. Eredetileg április végéig lehetett volna benyújtani az igényléseket, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége azonban már kérte ennek meghosszabbítását. Horváth Gabriella, a szövetség Maros megyei elnöke kiemelte, egyetlen jogosult magyar diák sem maradt támogatás nélkül. Értesítettük a szülőket, mindenkit, hogy ugye a weboldalon ott a szülőföldönmagyarul.ro helyen megtalálhatók az űrlapok, tehát akinek van rá lehetőség, onnan ki tudja nyomtatni, csak sajnos az iskoláktól nem tudták megkapni legtöbb helyen az igazolásokat. Horváth Gabriella hozzátette, a szükséges igazolásokat az oktatás szüneteltetése miatt nem lehet beszerezni, de ezek kiosztására az óvodai és iskolai oktatás újrakezdésekor kerül sor. A Bethlen Gábor alap által meghirdetett pályázat értelmében a magyarul tanuló gyermekek mindegyikét 22.400 forint értékű támogatás illeti, ebben mintegy 230 ezer gyermek részesül. Telefonos alkalmazás segítségével követnék a koronavírussal fertőzöttek otthoni kezelését Kolozsváron. Az applikációt kifejlesztő cég a Kolozsvári Házi Orvosok Egyesületével partnerségben a következő 1-2 hétben 20 fertőzött beteg bevonásával elindítja a program béta verzióját, amelyet egész Kolozs megyére kiterjesztenének majd. Applikációval segítenék a koronavírussal fertőzöttek otthoni kezelését Kolozsváron. Az alkalmazás és egy okosóra segítségével a házi orvosok élőben követhetik a fertőzött, de enyhébb tüneteket mutató, vagy akár tünetmentes páciensek állapotát és egészségügyi mutatóit. Az applikációt kifejlesztő Spectro.ai cég egyik tulajdonosa a híradónk érdeklődésére elmondta, az okosóra pulzust, oxigénszintet és légzésszámot tud mérni. Az olyan szintén fontos adatokat, mint a testhőmérséklet és a vérnyomás értéke a betegek manuálisan vezethetik be az applikációba. Egy-két héten belül publikus is lesz az applikáció. Mostan 20 beteggel fogunk indítani egy privát beta programot, amivel lemérjük az adatokat, amiket kapunk, az mennyire segít az orvosoknak, különböző procedurákat, hogy jutnak el az orvosoktól az órák. Hozzátette, az applikációt az orvosok és a betegek ingyenesen használhatják a járvány ideje alatt. A források függvényében az applikáció támogató Bird Brothers Egyesület a házi orvosokon keresztül okosórákat is biztosít majd azoknak, akiknek nincs birtokában ilyen eszköz. A készülékek beszerzését bárki támogathatja. Megörökíteni az utókor számára a járvány gergyói lenyomatát a Tarisznyás Márton Múzeum. A helyi közösség összefogásával dokumentációt szeretnének gyűjteni arról, hogyan ünnepelték a húsvétot a helyiek a koronavírus miatti kijárási tilalom idején. A koronavírus elterjedésének korlátozásai következtében az ünnepi, hagyománnyá vált szokásainktól el kellett tekintenünk az idén. A modern technikának köszönhetően az új szokásokat is sikerült megörökíteni, amelynek lenyomatát a Tarisznyás Márton Múzeum összegyűjteni az utókor számára. Kezdetben az idei húsvéti ünnepkör átalakult szokásairól várják a fotókat, amelyek a Gyergyői medencébe készültek. Azt vettük észre, hogy hát hála a technikának, ugye, és a közösségi oldalak tanúságainak rengeteg fotó születik, például az új körülmények között megszülető szokásokról, mondjuk a húsvéti eredelszentelésről, vagy a barkaszentelésről, és rengeteg fotó felkerül ezekről az új szokásokról, de tudjuk, hogy ez egy-két kattintás, like után valahogy eltűnik az internet forgatagába. A beérkezett fotók nem csak dokumentációként, hanem a későbbiekben különböző tanulmányok alapjaként szolgálnak majd, illetve kiállításokat is szerveznek belőle. A fotókat a képernyőn látható e-mail címre, vagy az intézmény Facebook oldalán üzenetben lehet elküldeni. Noha a vendéglátó egységek kénytelenek voltak bezárni, a konyhák egy része továbbra is üzemel, ugyanis az utóbbi hetekben 2,5-szeresére nőtt a házhoz szállításos rendelések száma. Ezzel egy időben megnőtt a futárok iránti kereslet is.
A járványellenes intézkedések keretében a hatóságok március 18-ai hatállyal tiltották be a vendéglőkben, gyorséttermekben és kávézókban a helyszínen történő fogyasztást. Ezek forgalma azonban már azt megelőzően látványosan visszaesett. A házhozszállítás volumene ugyanakkor megnőtt, ebből a futárcégek profitálnak. Egy marosvásárhelyi kávézó tulajdonos a híradónknak elmondta, teljes mértékben kihasználja a házhozszállítás lehetőségét, ez lévén az egyetlen megoldás, hogy ki tudják szolgálni a klienseket. Jóformán mondhatom, hogy szinte megduplázódottak a rendelések a futárokkal, vagy úgy egyaránt a házhozszállítással. Azt mondom, hogy teljes mértékben kihasználom, sőt erre is alapozok elég nagy hangsúlyt, és ugyanakkor promoválom is ezt, megbátorítom az embereket, hogy vásároljanak a futárokon keresztül. Mikorában az ételfutárok többsége biciklivel vagy motorkerékpárral közlekedett, jelenleg sokan autóval dolgoznak, leginkább a nagyvárosokban. Az autósok bruttó bevétele nagyobb, mint a kerékpárosoké, mivel az átlagsebességük is nagyobb, tehát több fuvart vállalhatnak. Az East Ride Delivery helyi menedzsere szerint erre még Marosvásárhelyen nem volt szükség, de ha a helyzet megköveteli, hajlandóak változtatni módszereiken, hisz egyre több vendéglő igényli a futárok szolgáltatásait. Alvállalkozói vagyunk a Foodpandának. És akkor velük kollaborálva, tehát rajtuk keresztül is nőtt, ugye jöttek be új éttermek, akik eddig nem voltak, akiknek eddig nem szállítottunk, és minket is külön, mint East Ride keresnek fel éttermek, és szeretnének kollaborálni, hogy biztosítsunk nekik futárkodást. Az erdélyi nagyvárosok zömében négy étel kiszállító cég osztozik a piacon, amelyek helyenként a kereslet megnövekedése következtében emelték az alkalmazottak számát is. Az ételkiordók szerint azonban ez nem feltétlenül kedvező a számukra, a létszám növekedéssel ugyanis az egyes futárokra első fuvarok száma nem változott, így nem élvezhetik a forgalom növekedésből fakadó anyagi előnyöket. A piacok az óvintézkedések betartása mellett továbbra is üzemelnek, a termelők értékesíthetik termékeiket, de a kijárási korlátozások miatt csökkent a vásárlók száma, leginkább az idősebbek szerzik be itt a friss zöldséget és gyümölcsöt. Friss retekkel, zöldhagymával, burgonyával, szemesbabbal, mézzel és egyéb helyi termékekkel várja vásárlóit a piac Marosvásárhelyen. A járványügyi szigorítások következtében csak az őstermelők értékesíthetik termékeiket a piacon, betartva az előírásokat. Kötelező a maszk és a kesztyű használata, a termékeket pedig fóliával kellett takarniuk. Az egyes árusok között kötelező legalább a 2 méter távolság tiszteletben tartása. Még ebben az időszakban is a nyugdíjasok keresik fel legtöbbször a piacot, de ahogy lejár a számukra fenntartott kiárási időszak, csökken az értékesítési arány is. Mondta el híradónknak az egyik termelő. Ugye a nyugdíjasoknak megvan egy program, egy határidő szabva, hogy meddig szabad jönni a piacra vásárolni, ugye? És akkor érződik a piacon, mert például ma is abban az időszakban jó vásároltak, akadtam el az árut. Most miután lejárt az időszak, ugye az a programjuk nekik, akkor már megcsappan a vevő is. Már nem járnak annyian a piacon. Fiatalok pedig azok sokan mennek a szupermarketekbe, honnan vásárolnak. Hozzátette, a járvány elterjedése óta a termelőknek egyre nehezebb. A korlátozások miatt nagy a munkaerőhiány a termények begyűjtésére, a kínálathoz képest egyre kisebb a kereslet, pedig számukra ez az egyetlen lehetőség arra, hogy értékesítsék termékeiket. Noha még nem tudni, mi lesz az idei strandszezonnal, a marosvásárhelyi vikendtelepen mégis készülnek az idényre. Takarítanak, elvégzik a szükséges javításokat, és 4 új óriás csúszdát szerelnek fel, amelyek tervek szerint korhatárosak és fizetősek lesznek. Bár hagyományosan május 1-én kezdődik a strandidény, idén a szükségállapot miatt bizonytalan a nyitás időpontja. A marosvásárhelyi vikendtelepen mégis készülnek a szezonra, a már meglévő 3 óriás csúszda mellé további 4-et szerelnek fel. A szabadidőközpontban már tavaly esedékes volt a csúszdák felszerelése, de akkor nem tudták befejezni, így idén folytatják a munkálatokat. Amint a hátam mögött látható, felszerelték már a Kamikaze néven ismert, 12 méteres magasságból induló 33 méter hosszú zárt csőrendszerű vízi csúszdát, egy fekete lyukat, azaz a külföldi akvaparkokból ismert csúszdát, valamint egy 3 szakaszos repülőcsónakot. Mellettük pedig helyet kapott a 8 méter magasból induló szerpentin csúszda, amelynek hossza közel 90 méter.
Az eddig is használt három nagy csúszda továbbra is működni fog, de ezek is az újonnan felszerelt óriás csúszdák is korhatárosak és fizetősek lesznek. A telepen további előkészületek zajlanak, kisebb-nagyobb javításokat, felújításokat végeznek, illetve takarítják a medencéket és környéküket. Jelenleg a Víken telepre vezető kapuk be vannak zárva, nincs lehetőség a sétára. Arra sem tudja még senki a választ, hogy mikor nyit ki a komplexum, és a strandidő beköszönte után mikor lehet majd fürdőzni, napozni. Egyes vélekedések szerint idén-nyáron alig ha lesz rá lehetőség. Noha nehezen kivitelezhető, karanténban is fontos odafigyelni a mozgásra, illetve a megfelelő táplálkozásra. Az immunrendszer megerősítése érdekében ebben az időszakban még nagyobb hangsúlyt kell fektetni az egészséges étkezésre. A fokozott higiénia és a rendszeres mozgás mellett az egészséges táplálkozásra, illetve a valódi tápanyagok bevitelére is figyelnünk kell a karantén ideje alatt. Ajánlott a napi 4 vagy 5 étkezés betartása. Dr. Suba Réka, a testszerviz nutricionista tanácsadó cég szakmai vezetője, híradónknak teljes és változatos étkezési tervet állított össze, amelyben a zöldség és gyümölcs turmix, tojás, kefir, joghurt, húsfélességek, illetve a nyers, főtt, grillezett, párolt zöldségköretek, különböző bőséges zöldségtálak elkészítését és fogyasztását javasolja. Ne feledkezzünk meg ugyanakkor a savanyú káposzta vagy cigakáposzta fontosságáról sem ebben az időszakban, ugyanis általa egy sokkal magasabb C-vitamin szintet érhetünk el a testben, a szervezetben, ami így karantén idején igazán sokat segíthet az immunrendszer működésében. A szakmai vezető azt is hozzátette, hogy a testcsúcs gyarapodása ellen annyit tehetünk, hogy délutánra mellőzzük a magvak, gyümölcsök, illetve lisztes, cukros élelmiszerek túlzott fogyasztását, ehelyett az ízletes zöldségcsipszek ropogtatására bíztat. Ez volt a híradó, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Műsorunk elérhető az interneten, YouTube-on és Facebookon.